Hosszú idő óta ismerik azoknak a kormányoknak a működését, amelyeket én vezettem, hiszen ez most már a 14. vagy hányadik év, tehát ezért a személycserékkel is nagyon megfontoltnak és óvatosnak kell lenni. Azt mondhatnám, hogy az én filozófiám nix ugri-bugri, amit Bencsik Gábor András Jóska, igen, túl hosszú volt a politikai kampány. Tehát ne felejts, hogy két éve egyfolytában választási kampány zajlik Magyarországon. És a választási kampánynak valóban a logikája sokkal inkább küzdelmes, harci, konfrontatív, tehát az olyasmi, amit az emberek egyébként nem szeretnek. Elfogadják, hogy négy évente egyszer muszáj összecsapni, hát akkor legyen, de az, hogy egyébként ez két éven keresztül logikája legyen a politikai életnek, azt nehezen viselik. Egyébként én se örülök neki, de hát nem mi szabjuk meg az időpontot. Elérkeztünk oda, hogy szerintem jogosak azok az észrevételek az emberek részéről, hogy azok a helyiségek, ahol ők fordulnak meg az egészségügyben, azok nincsenek rendben. Ezért elrendeltük tegnap, hogy minden három évnél régebben felújított kórházban minden kórtermet, minden várótermet és ahhoz kapcsolódó minden szociális teret fel kell újítani. És amíg ez nem történik meg, addig másfajta fejlesztéseket nem tudunk támogatni. Ez a legelső ebben az évben. Megállapítottuk, hogy nem szükségszerű, hogy bármilyen összeomlás bekövetkezzen a Kárpát-medencébe. A Kárpát-medence egy alkalmas hely arra, hogy a legkonzervatívabb, tehát számunkra a legkedvezőtlenebb klímaváltozás esetén is képesek legyünk fenntartani a magyarok közös életét a Kárpát-medencében. Ehhez az kell, hogy a klímaváltozáshoz szépen, nyugodtan és tervszerűen alkalmazkodjunk. Tehát 2030-ra a villamos energiatermelés 90%-át karbonsemlegessé fogjuk tenni. Ez azt jelenti, hogy a magyar energiarendszer úgy módosul, hogy az energia villamosáram nagy részét Paks fogja nyújtani, és a második legnagyobb forrás pedig a napenergia lesz majd. Távol tartanám magam attól, hogy bármilyen magyar sajtóterméknek a működését átfogóan értékeljem. Egy-egy konkrét ügyben, ha úgy látom, hogy unfair dolog történt, vagy például fake newsok szaporodtak el, akkor ott lehet, hogy ezt szóvá teszem, de összességében én nem kívánok egyetlen média szereplőt sem minősíteni. És én azt tapasztalom, hogy önök nem szimpatizálnak a mostani kormánnyal. De ezt én nem... Hogy mondjam, ezt a múltkor is elmondtam, hogy ezt nem tartom egy természetellenes állapotnak. Ha most itt hirtelen tartanánk egy választást, tegyük föl titkosat, még mielőtt megijednének, hogy egyébként ők arra szavaznának-e, hogy a mostani kormány folytassa a munkáját, vagy jöjjön helyette egy másik, ezt a választást ebben a teremben tapasztalataim szerint 80-20 arányban elveszteném. Időnként úgy, hogy szeretnék én is olyan fiatal lenni, mint mondjuk Donald Trump, pedig több mint 20 évvel vagyok, az anyakönyvem szerint egyébként fiatalabb, mint ő. Ildikó, én nem akarom visszadobni a labdát, de az úgy szokott lenni a nyugati világban, hogy az elemzőket, meg az újságírókat szokták kérdezni arról, de különösen az elemzőket, hogy mi csinálnak a politikusok. Azt, hogy nekem kell kommentálnom elemzőknek a véleményét, az elég furcsa szituációnak tartom. A kampányidőszakban másképpen viselkednek a miniszterek, mint az előttünk álló két évben majd fognak, úgyhogy biztosan nagyobb számban állnak az önök rendelkezésére, legalábbis szeretném, ha így lenne. Az talán pontosításra szorul, hogy én nem csak évente egyszer állok az önök rendelkezésére, van, akinek rendelkezésére állok egész évben. Viszont nem folytatok olyan fölösleges vitákat, ahol teljesen nyilvánvalóan a rossz indulat, meg a rossz szándék, vagy a politikai célzat a másik oldalról, és nekem azzal kell az interjúban foglalkoznom, hogy fake newsokat kell fake newsnak minősítenem. Szerintem a magyar miniszterelnöknek nem ez a dolga, hanem hogy tájékoztassa az országot a fontos kérdésekről, és ennek én eleget teszek. Lehet, hogy nem azon a csatornán, ami önöknek szimpatikus, meg nem azokat az eszközöket használva, ami önöknek szimpatikus, de én annak a kötelezettségemnek, hogy Magyarország minden polgára tudhat minden fontos kormányzati döntésről, és minden amögötti megfontolásról, ennek a kötelezettségemnek, mert ez nem választás kérdés, én eleget teszek. A kormánynak nincsen rendőrsége abban az értelemben, hogy én nem utasíthatom a rendőrséget arra, hogy miben nyomozzon meg, miben nem. Mint az ügyészséget se utasíthatom, meg a bíróságok önigazgatási rendszerét sem. Ők a törvények szerint hivatalból kell, hogy meginduljanak. Ha erre szükség lesz, biztosan reményeim szerint meg is fogják tenni. De én örülnék, hogyha a magyar igazságszolgáltatás feje fölül a korrupció vádja és gyanúja az eltűnne, kiderülne, hogy ez nem igaz, vagy ha igen, akkor elszigetelt esetről van szó, mert az igazságszolgáltatásba vetett bizalom az nagy érték egy demokráciában, és Magyarországon eddig ebben nem álltunk rosszul. Olyan ügy van, ahol úgy látom, hogy az emberek igazságérzete az sebet kapott. Az egyik ez a Gyöngyöspatai ügy. Szóval én nem vagyok Gyöngyöspatai, de hát azért, ha ott élnék, mégiscsak megkérdezem, hogy az hogyan van.
hogy egyébként valamilyen okból a velem egy közösségben, egy faluban élő etnikailag meghatározó népcsoport tagjai egy nagy jelentőség összeget fognak kapni mindenfajta munkavégzés nélkül. Miközben én meg itt keccselök egész nap. Határozott véleményem van a magyar zöld mozgalmak egy tekintélyes részéről, vagy zöld politikusok, ezek szerintem görögdinnyék. Kívül zöld és belül piros. És én egy ilyen koalíciót semmiképpen nem vezetnék. Én köszönöm, jól vagyok, tehát jól érzem magam a bőrömbe. Tehát nekem van egy rendes munkám. Sőt, van egy kifejezetten lelkesítő munkám. Van egy, mondjuk úgy, hogy rendes állásom. És kapok egy elég tisztességes fizetést a magyar adófizető polgároktól. És köszönöm szépen, én jól vagyok. Tehát ami nekem az életből kell, az, ami az én életemhez kell, az rendezve van. Tehát én ezt a munkát, amíg az emberek úgy gondolják, hogy képes vagyok és jó, addig én fogom folytatni. És ezen az alapon is fogok állni mindig. Ezért van az, és én erre büszke vagyok magunk között elmondva, hogy befolyást erre a kormányra se pénzzel, se hatalommal, se erővel nem lehet gyakorolni.